Az oaklandi fúvósok bevonulásával kezdődött a Trezor bor és steakház megnyitója. A Trezorokban 5000 palack egri vagy eger környéki bort őriznek. A megnyitón úgy fogalmaztak, remélik ez egy új idegenforgalmi színfoltja is lesz a városnak. Egyelőre 25 Trezor sikerült összegyűjtenünk, még folyamatosan töltődnek fel a Trezorok eger és eger környékéről. Hát már a főborászok most már bepakoltak, úgyhogy elég sok eger főborászait már meg lehet tekinteni, illetve kóstolni is nálunk. Dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő szerint a hely az összefogást szimbolizálja. Itt megjelennek a meghatározó egri pincék. A borászoknak a város sokat köszönhet, fogalmazott. Munkát adnak, messzire viszik eger hírét. Mindenképpen meg kell becsülni azt az értéket, ami itt van a borászok és a borok tekintetében. A magyar a borról ismerik, a székelyt a pálinkáról, mondta Cseke Miklós, az erdélyi Oakland polgármestere. Ő több évtizede áll kapcsolatban a szállodával. Egy faragott székelykaput és Oakland címerét adták ajándékul a tulajdonosnak. A vendégek egyedi borokat is tudnak majd itt maguknak készíteni. Saját kézzel palackozhatnak, dugózhatnak, saját tervezésű címkével láthatják el a bort. A bor és a borturizmus az egymást támogassa, hogy sok-sok vendég érkezzen itt ezekbe a pincékbe, és hogy minél többet itt egerben fogyasszanak el. Ez egyébként a borpiac jelentős kibővülését és egy hatékonyságjavulást is eredményezhet. A beruházás nettó 72 milliósnak tervezték, 100 millió lett belőle. Az államtól és az uniótól 50 millió forint támogatást nyertek hozzá. Ebből készült el a 36 Trezor és a 150 főt befogadó steakház, ahol a borok és az ételek harmóniáját mutatják be.